megyem ezt a 400 vegyest, és kiússzam magam, és ez sikerült. Nagyon jól esett, nagyon jól éreztem az első métertől kezdve. Ez nyilván azért hozzátesz azt, hogy hazai közönség előtt tudtam úszni, és hát amikor az ember ide kijön egy döntőre, teljesen más érzés fogja el, mint egy bárhol máshol a világon. De tényleg mondom, amikor beugrottam a vízbe, és már a bemelegítésen is éreztem, hogy jó lesz. Én 15 másodpercet akartam úszni, ez annál 4 másodperccel jobb volt, úgyhogy nagyon elégedett vagyok. És hát ez egy óriási motivációt ad nekem az elkövetkezendő időszakra. Sokan felkapták a fejüket, hogy a három magyar fiú közül te lettél érmes. Magadat mennyire lepted meg? Őszintén nagyon. Nagyon, hát 4 hete edzek igazából. 400-at maradtam a legjobbamtól, amit csúcsformába úsztam, hogy emiatt nagyon boldog vagyok. Természetesen örülök, hogy megnyertem a magyar különversenyt, főleg úgy, hogy ugye én klubszíneket képviselek. Fogalmam sem volt, tehát én úgy jöttem ide, hogy döntőbe kerüljek és egy ilyen fantasztikus közönséget úszhassak. Ez már csak hab a tortán, tényleg ezt csak nekik köszönhetem szerintem. Itt az előbb azt hallottam, hogy szerb színekben versenyeztél, itt magyar zászlót láttunk a neved mellett, most hogyan ez pontosan? Igen, szerb színekben versenyzek a nemzetközi versenyeken, itt pedig a Hódmezővásárhelyi Egyesületnek úszok. Már hát az talán a harmadik éve, hogy magyar OB-kon megjelennek a Hódmezővásárhelyi klub színeiben, úgyhogy ugyanúgy magyar és szerb állampolgár vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy ugyanolyan biztatást kaptam, mint a többi magyar úszó. Rengeteg számban beneveztem magam, igaz, hogy váltam, nem sikerült döntőbe kerülni, de ezért nem nyüstolom magam, még olyan régóta nem készülök hátra. Azonban olyan régen készültem már hátra, hogy tényleg érzem a visszalépéseket. Százdió sohasem volt az én számom, mindig nagy szerencse is. És egy jó erős, jó hosszú rákönnyítés kellett ahhoz, hogy jól tudjak úszni. Ez most nem volt meg. 9-4 ilyen időszakban szerintem ez teljesen jó. Ez most hetedik helyre volt elég. Vége elképesztő volt. Mit érzékeltél ebből az egészből, hogy hogy állsz, kivel harcolsz, miért harcolsz? Hát érzékeltem, hogy nagyon lassú vagyok, hiszen még a felkészülésnek nagyon az elején járunk. Ezt láttam is, hiszen 150-ig úgymond sehol nem voltam. Nagyon örülök annak, hogy az állóképességem rendben van, és ez bőven nem volt bőven. Igazából 200-addal elég volt arra, hogy aranyat tudjak nyerni. Szerintem egész jó időt sikerült úszom, 41-et úsztam 400 vegyesen. Utána volt egy fél órám, és tudtam 2 percemből úszni 200 gyorsan. Igaz, hogy egy picivel kaptam csak ki, de tényleg ez legyen a legnagyobb gond, hát a felkészülés elején vagyunk. Aztán ez a váltó, ez tényleg ilyen plusz volt, mert az előző világkupákon eddig egyszer se sikerült nyernünk. A váltó az egy teljesen más műfaj, mint az egyéni. Tényleg mondtam itthon többször is, majdnem csak magamért úszok, na most a váltóban meg pláne. Ugye hárman előttem már tényleg a maximumot belerakták ebbe a számba. És tényleg olyan erőket tudok megmozgatni a váltóba, amiben lehet, hogy egyénileg, felállok egy 100 gyors, akkor nem tudok ilyen gyorsan úszni, mint így utolsóként a váltóba. Úgyhogy nagy élmény volt nagyon. Olimpiai szemüveggel nézve, hogy állsz? Hát ugye ehhez az időhöz képest kell még pontosan 10 másodpercet javulnom, akkor lesz meg az olimpiai szint. De ugye nekem a tavalyi úszott időeredményemtől 3,5 másodpercet kell csak javulnom. Én azt gondolom, hogy meg tudom csinálni, hiszen ha 5 hét munkából 15-11-et tudtam úszni, akkor nyáron biztos vagyok benne, hogy meg tudom csinálni a szintet. Tulajdonképpen Európa csúcsot kellene úsznom ahhoz, hogy benne legyen a repülőjegy a farzsebembe. Ez szerintem bőven elég információ ahhoz, hogy tükrözze a magyar mezőnynek az erősségét. Akkor ez a közönségnek tudható be, azt mondod? Természetesen a munkám mások eszállni, mint tavaly ilyenkor szeptemberben, hiszen tavaly volt egy hosszabb kiállásom a nyáron, mert előtte 3-ig nem pihentem. Ott a visszaélvés a világkupa a tavalyi egy kicsit nehezebben ment, de most teljesen máshogy álltam neki, nem álltam le a kondizással, egy hét volt összesen, hogy pihentem, és hát szerencsére azért az időeredménye meg is látszik. Szombat van, és tényleg rengeteg szinte telt ház van. Borzasztó jó érzés kijönni és hallgatni azt, hogy mindenki nekünk szurkol. Tényleg fantasztikus, nagyon sokat segítenek és nagyon köszönöm nekik. Nagyon szeretem és nagyon pozitív energiákkal tölt el mindig, amikor hazai közönség előtt, hazai medencében lehet versenyezni. Nagyon örülök, hogy erre most lehetőségem nyílt. Abszolút pozitív érzéssel tölt el. Minden nagyon jó, szeretném, hogyha azért a nevem a magyar szurkolók fülaiban maradna. És hogyha Gundert Akás Gábor magyarul mondja be a nevemet,
Még hogyha szerb zászló is van a nevem mellett, annak nagyon örülnék májusban Budapesten. Hát fantasztikus, most is így bejöttem, és annyira, de annyira jó érzés, hogy tudnak szurkolni a magyarok, fantasztikusak, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ennyiszer megadatik nekem, hogy itt versenyeztem. A többi úszó, tehát a külföldi úszók mondják, hogy nagyon-nagyon szeretnek ide járni, szép a város, jó a szervezés, és hát ilyen a közönség mindig, úgyhogy ez nekik is egy nagyon nagy élmény, hogy itt versenyeztetnek nekünk, meg főleg, mert aztán tényleg nagyon látszik az, hogy amikor magyar úszik, akkor tényleg hát felrobban az egész. Az, hogy mi úszok ennyiszer ezt át tudjuk élni, ezt a magyar közönséget a Duna Arénában, ez valami elképesztő, és tényleg így ezeket a pillanatokért úszunk szerintem.